És ami sok, az több, mint elegendő. A járvány terjedése miatt egyelőre még nem tartanak rendezvényeket a Tardosi Művelődési Házban, ám a szervezés már javában zajlik, hogy minél színesebb programokkal várják majd az érdeklődőket. Március 4-én Zihó Viktor nyitja a programokat. Zihó Viktor szerintem a nézőitek is ismerik megyeszerte. Ő tardosi származású, és mesél nekünk a túráiról. Március 15-én a Dériné Színház jön a János Vitézzel, amelynek lesz egy interaktív gyerekek részére szóló része is, és egy felnőtt bemutató. Március 27-én a Dériné program keretében Hobó jön József Attila estel a színháztermünkbe. A húsvét vasárnap a Magyar Falu program keretében nyertünk pályázaton 700.000 forintot, amit előadóra költhetünk, de ez még meglepetés, illetve még egyelőre csak keressük az előadót. Április 8-án Dezső Nikoletta írónő, aki itt él Tardoson, ő vele lesz egy író-olvasó találkozó. Április 30-án pedig szintén a Dériné program keretében egy Három kívánság című báb előadás lesz. Aztán természetesen májusban majd lesz gyereknap is, de ez még azért igen messze van, és nyilván sok minden múlik azon, hogy hogyan alakul a már mindenki által ismert helyzet.